Sziasztok, unboxing videó! Szerintem a Baofeng rádió, meg lehet, hogy az antenna hozzá. Meg nem tudom kiejteni, nem egész milyen rádió. Meg küldtek hozzá más is. Egy több, két csomag egyszerre az egy csomag, Combinated Delivery. Ugye, mert ez a Baofeng, ez teljesen külön lett rendelve, mint hozzá az autós mágnes talpas antenna. És ezek még? Még mindig jött valami. Ez igen. Először a piciket kibontjuk. Mert hogy ez egy ilyen pendrive-szerű. Igen. Megint egy pendrive, és lehet majd tesztelni a H2 SV programmal. Meg akkor lehet ilyen memóriakártya is, hogy hogyan is. Nem, a programozó kábel. Remélem az jött meg egyszerre, az nem lenne hülyeség, mert akkor majd neki is lehet ugrani ezt a Kesheng egyébként a rádió. A nyitásának, meg a tuningjának. Igen, a programkábel jött meg hozzá, mert ezt külön kellett rendelni, ebbe a csomagba nem járt. Ilyen budos csati. Milyen jó minőségű anyag. Na mindegy, megvan a programkábel. Ó, ott a software is hozzá. Ez jó. Egy külön feladat lesz, most ezzel egyelőre nem foglalkoznék. És itt van egy köpec kis mágnes talpas antenna az autóra, ami elméletileg jó hozzá. De ezt ez mennyire bír, mennyire bíri, kivontsam. Igazából ahhoz kamera állást kéne váltani, hogy mennyire ragad meg mondjuk a radiátoron. Nagyon kis picurka. Nagyon kis vékony anyag van, egy masszívabbra számítottam. Egyáltalán ez mágnes talpas? Hol a radiátor? Jelentem mágnes talpas és megáll a radiátoron, úgyhogy ez mixik. És akkor bontsuk ki a lényeget, a rádiót. Nagyon kis köpet. Azt hiszem ennek az a pontos típusa, ha nem tévedek, ez a UV 5. K8, vagy UVK5, és az árójelben 8-as, ugye elméletileg egy 5 wattos rádió, ami UHF, VHF, vagy VHF, UHF, hát 136-tól 174-ig, meg 470-ig, hát én egyelőre majd a PMR-t fogom rá csak föltenni, igaz, hogy elég szabálytalan. Ilyet azért észre vegyetek, mert hát ebből kijön 5 watt, nem tudom, hogy visszavéve a teljesítményét, volt ebben Covid, hát rögtön is vissza. Azt, amilyen nehéz. Iszonyat nehéz, jó fogású, nagyon jó hideg, tök sok fémet érzel rajta. Nagyon jó kis cuccnak tűnik. A chiptető, az antenna meg a töltő van még a dobozba. Ez egy teljesen alapszett. Ezek mind kell, ja meg egy ilyen semmit érő, akármilyen. Multibátor. Ami kell, az a csiptető hátuljára, az tény. Meg hát a töltőt, azt le kell tenni valahol, hogy föltöltődjön. Szerintem ez a videó ott is zárul, hogy maximum bekapcsolni van benne áram. A kis picur antennája. Eleve leszedhető antennával vizsga nélkül, meg PMR-re nem is lehetne működni. Nagyon tetszik. Nagyon jó néz ki, nagyon jó anyag használata van, mindegy Jézusnak. Tényleg, hogy olyan nagyon jó anyagokból van ez a rádió. Meg ez az antenna is, ami jár hozzá, sokkal jobb, mint az autós. De tetszik, de aranyos. H8 az van rájön. És nem, tök jó. Ez tetszik. User manuál. Töltő. Ezt bedugjuk az egyetlen betáp helyünkre. Így, világít zöldre, gondolom, ha ráteszem, akkor majd világít pirosan, hogy tölt. A rádió nem mutatja, hanem itt mutatja. Teljesen jó a töltési funkciója szerintem. És ez minket nem érdekel, ezt meg csak rá kell tolni a hátuljára, és az aksim van fönn. Aha, push-it tolod le az aksit. Azta! Nagyon komoly! Mint egy Motorola vagy Jézu, hogy olyan tényleg olyan tiszta fém árnyékolt, olyan komoly hatást kelt. Tetszik.
Ez jó. Hol tölt egyébként? Az aksit azt külön nem lehet beletenni ebbe? De, itt van hátra, csak nem tudom megállni rajta. És ha esetleg valakinek... De! Bele tudod tenni csak az aksit, hogy tudja tölteni csak az aksit, hogyha van több aksit a rádióhoz. Ez nagyon jó. Na mindegy, tegyük vissza rá. Fönn van? Fönn be? Fönn van? Ezt is tegyük a hátuljára. A csipesze is komoly. Csak így ilyen édomtalan megfogni, ha rajt van a gatya csipesz, úgyhogy lehet, hogy ez nem kell. Aztán most ezt tedd le, ha tudod. De le tudod, ha megnyomod ezt a gombot szerintem, nem? Nem. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy tévedek, vagy ide bele kell nyúlni valamivel. Na, hát az ráakadt, rajt van örökre. Velkóme a bekapcsolás. Ő beszélt. Tetszik. Ja, egyes csatornán van, el is mondja. Ezeket gondolom majd a menübe tudom tekergetni. De az majd egy tesztvideó lesz. Az biztos, hogy egy nagyon masszív, nagyon pöpec kis rádió. Ez egy komoly készülék. Szóval ezt ötszörös áron adhatnák. Én nem tudom, ez valahogy alul van árazva. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Ez azért annál bonyolultabb, hogy most itt elkezdjük próbálgatni, meg hát ez nem játék. Úgy kell, hogy mondjam, mert hát lehet vele zavarokat okozni. Sziasztok!